Joe Russo most egy olyan kijelentést tett, mely eddig is gyanús volt, de inkább nem akartuk hallani. Joe Russo, a Bosszúállók végjáték rendezője most egy olyan kijelentést tett, mely elég sok mindent megmagyaráz, közölte, hogy a Marvel elsöprő sikerének titka nem abban rejlik, hogy mindent megterveztek előre, ugyanis soha nem volt konkrét terv az MCU-ban. A Marvel egy jó ideje arról híres, hogy hosszú távra tervez, ezt pedig mi sem bizonyíthatná jobban, mint hogy sorra érkeznek a legújabb Marvel filmek, régi vagy új karaktereket felvonultatva, és ha az idén érkező filmeket is beleszámítjuk, már 30 Marvel film készült el, nagy többségében pedig hihetetlen sikert arattak mind a mozikban, mind az egyre növekvő rajongótábor körében. Az egész a 2008-as Vasemberrel kezdődött, melynek utolsó jelenetei egyértelműen arra utaltak, hogy ebből valami sokkal nagyobb fog kikerekedni, a 2012-es Bosszúállókkal pedig biztossá vált, hogy nem egy kalandot fognak még átélni a Marvel szuperhősei. Aztán 2014-ben bejelentették a harmadik fázist, mely egészen a Bosszúállók végtelen háborúig tartott, mely 2019-ben jelent meg. Végül kihagytak pár tervezett filmet, csürték-csavarták a történetet, hozzáadtak pár karaktert és újra gondolták a cselekményt, így végül a tervezett Bosszúállók végtelen háború második részéből született meg a Bosszúállók végjáték. Habár eredetileg nem így tervezte a Marvel Studios, a megannyi változtatás ellenére is sikerült megtartani a hírnevét és népszerűségét, a nézők is azt gyanítják, hogy lesz még folytatás. A Marvelnél úgy működik, és biztos vagyok benne, hogy valamikor valaki részletesen beszélni fog erről, de Kevin zsenialitásának része, hogy nincs igazán terv. Van egy ötlet, de nem lehet terved, ha a film, amit csinálsz, nem működik. Utána nincs terv. Nem igaz. Szóval, ahogy a film sikeres lett, úgy jött a lelkesedés, hogy mi mást csinálhatnánk még. Mondta Russo. Russo ezt követően példaként hozta fel az ötletet, miszerint a Tél katonája ölte meg Tony Stark szüleit, a rendező szerint ugyanis puszta véletlen volt, hogy az Amerika kapitány, a Tél katonája arra utalt, hogy Bucky volt a felelős Howard és Maria Stark haláláért. A film megjelenése után újra ugyanis átgondolta ezt az ötletet, és úgy döntött, hogy utólag beépíti az MCU narratívájába. Ez végül az Amerika kapitány, polgárháború központi elemévé vált, éket verve Tony Stark és Steve Rogers közé, s szétszakítva a Bosszúállókat. Russo kijelentései igazából tényleg elég hűen tükrözik, hogy hogyan is működik a Marvelnél a kreatív folyamat, mivel köztudott, hogy a stúdió általában 5 évre tervez előre. Most viszont úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb rugalmasság uralkodik az alkotói folyamatokban, ami lehetővé teszi számukra, hogy figyeljék a közönség reakcióit, és ha úgy alakul, akár a nézők számára kedvező ötleteket valósítsanak meg a filmvásznon. A hatalmas alkotói szabadságnak azonban ára van, a Marvel végtelenül rugalmas megközelítése okozott egy kis zűrzavart a fejekben, mivel a negyedik fázisban felvetődött pár fura logikai csavar, amik sokkal feltűnőbbek voltak, mint az január 3 fázis filmjeiben. A negyedik fázison átívelő multiverzum ugyanis bár végtelen izgalmakat hozott, mégis néha nehéz volt eligazodni a cselekményben, és a Marvel sorozatok sem feltétlen segítették elő ennek megértését.